Üdvözlök mindenkit a Régi Épületek Kutatóinak Egyesülete márciusi estjén. Először is meg kell köszönnöm az előadónak, hogy elvállalt, hogy egy hónappal hamarabb elkészíti ezt az előadást, mert az eredeti előadó majd csak egy hónap múlva tud eljönni. A mai előadás azért is érdekes, mert az előadó Krisztián tervezőépítész, gyakorlóépítész, de ugyanakkor elmélettel is foglalkozik, építészettörténettel. Azon kívül a mai előadásának és a kutatásának a témája tulajdonképpen családi kutatásnak is tekinthető, hiszen olyan családi elődökkel rendelkezik, mint Hausmann Alajos, Lechner és még Hüttl és egyéb híres építészek. Úgyhogy ő tulajdonképpen sokszoros érdeklődéssel kutatja ezt a témát. Javaslom, hogy hallgassuk meg az előadást. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, nagyon szépen köszönöm a meghívást erre az estre, meg köszönöm a befogadást az Egyesületbe. Igazából nemrég csatlakoztam a Régi Épületek Kutatóinak Egyesületéhez, ez különösen nagy örömmel tölt el. A mai előadásomat egy rövid bemutatkozással kezdeném. A mi egyetem építészkarán rajzi tanszéken diplomáztam, és utána elhelyezkedtem a Lukácsi Sikár építészeti irodában, ahol volt szerencsém majdnem 6 éven keresztül a Iparművészeti Múzeum újratervezésében, felújításában részt venni. Itt kerültem kapcsolatba Dávid Feri bácsival, aki mesélt nekem az Egyesületről és a műemlékek szeretetéről és a műemlékekkel való gondoskodásról. 2018-ban munkahelyet váltottam, és az Obok építész irodába kezdtem el dolgozni. Itt is közel sikerült maradnom műemlék épületekhez. Az opera épületével majdnem 4 éven keresztül foglalkoztam. A mai estén szeretnék egy rövid utazást tenni a századfordulónak a korszakában, egy kicsit bemutatva azt a gazdasági és politikai környezetet, amiben ez a két kiemelkedő építész alkotott. Kicsit átlátni azt, hogy miért így fejlődött az ő pályájuk, és hogy milyen háttere volt ennek a hihetetlen fejlődésnek, ami abban az időszakban az országban végbe ment. Utána röviden beszélnék az életükről, bemutatva egy-két munkájukat és érdekességet velük kapcsolatban, és kitérnék az előadás végén a doktori kutatásomnak a témáira. Ugye a századforduló nevéből fakadóan az 1800-as és az 1900-as éveknek a fordulópontja, a két alkotónak az élete az teljes mértékben lefedi ezt a korszakot, és a századforduló történelme, hát igazából egy elég összetett történelmi szituáció. Ugye a márciusi 1848-as forradalmak végeztével hosszas tárgyalások után megtörténik a kiegyezés, és így létrejön egy ilyen kettős összetett rendszer, ami áll egyrészt az alkotmányos királyi hatalomból és a független magyar parlamenti demokráciából, ezt dualizmusnak nevezzük. De ez az összetettség ez nem csak a politikában számottevő, hanem az egész ország területére nézve, ha megnézzük ezt az ábrát, azt látjuk, hogy rendkívül színes népek lakják Magyarországot, nagyon-nagyon sokszínű a népesség, és így terület szerint is elhelyezkedve, nagyjából szeparálódva, de egy rendkívül összetett országban vagyunk. Ez az összetettség, ez megmutatkozik akár Budapestnek a viszonylatában is, ami a forradalomkor még három részből állt, Pestből, Budából és Óbudából, de 1873-ban egyesítik ezt a három városrészt, és az első polgármestere Ráth Károly fogja vezetni.
Ekkor indul meg, hála a kiegyezéskor létrejött békés hatalmi rendszernek egy hatalmas gazdasági fejlődés, ami elsősorban az iparban jelentkezik. Itt külön ki kell említeni Baross Gábor kultusz, vagy hát egy kereskedelmi minisztert, akit hát vasminiszternek is becéznek, annyira erősen irányította az országot ebben a fejlődési útban, és talán a legjobban ez a vasút pályáknak a hossza ábrázolja azt, hogy mekkora fejlődésen esett át az ország. Ugye még 1848-ban 148 kilométernyi vasútvonala volt az országnak, addigra az első világháború kirobbanásához majdnem 22 000 kilométerig fejlődött fel. Nagyon érdekes kiteljesedése ennek a fejlődésnek az 1896-os millenniumi ünnepségek. Ebben csúcsosodik minden ipari és művészeti fejlődés ebben a korban. Talán mondhatjuk azt, hogy Magyarország legnagyobb rendezvénye volt az ezeréves évfordulónak a megünneplése. Hatalmas kiállítások voltak, ez a fénykép a megnyitó napján készült a Városligetben. Mind egyházi és mind világi események kísérték ezt a hatalmas rendezvényt. Például ilyen volt, hogy a Szent Koronát egy ilyen díszmenetben felvitték a királyi várba. És hát ez a nagy fejlődés, ez teret engedett az embereknek új kalandvágyak megjelenéséhez. A gazdasági felgyorsulás hatására egyre több szabad ideje lett az embereknek, és ezt a szabad időt elkezdték mindenféle érdekességre fordítani, elkezdtek sportolni, kiállításokra járni, a zene szeretete nagyon, és a zene iránti vágy nagyon fellendült. Az utazások az előbb említett vasútvonalaknak hála nagyon, nagyon divatossá váltak, és felgyorsultak, nem postakocsival kellett már közlekedni több héten keresztül. És hát így majd új igények is jelennek meg, amit aztán az építészet kiválóan követett le. Ám ez a fejlődés azért sajnos a háttérben egy nagyon erős erjedési folyamattal volt párhuzamos. Elég sötét idők követték ezt a mélyben megbúvó, lappangó feszültséget. Ugye itt az első világháború kirobbanása az a Ferenc Ferdinánd elleni merénylethez köthető. Ekkor üzen Ferenc József az Osztrák-Magyar Birodalom nevében Szerbiának hadat. És hát talán mindannyian tudjuk a fájó magyar történelmet, hogy valószínűleg ez, ami országunkat hurcolta meg a legjobban, és a népességünket tizedelte meg a legjobban, ez a háború. De egy kicsit vidámabb mezőre térve az építészetben is végbe ment ez a fejlődés. A romantika és a klasszicizmus korszaka torkolott bele igazából a századfordulóba. Itt ilyen nemzeti szemlélettel láthatva terveztek az építészek. A régi múltba való elvágyódás, egy ilyen idealisztikus világ volt az első szempont a műveik létrehozásánál, és hát így érkeztünk meg a századfordulóhoz, az azt megelőző 20-25 évhez, aminek az egyik kiemelkedő alkotója volt Ybl Miklós, aki hát akár hogyha megnézzük a budapesti városképet, akkor elég mély nyomot hagyott itt az építészetben. A legszebb és a legjobb munkája az Operaház. De megjelentek mellette egyéb épületek is más alkotóktól. Ugye a felgyorsult világnak hála és mindenféle új irányba való nyitás miatt egyre komolyabban foglalkoztak az emberek mondjuk tudományos tevékenységekkel. Az egyházi építészet nagyon meghatározó volt ebben a korszakban. A vasútnak ezt az rendkívüli fejlődését, ezt is
követte a különböző beruházások, és hát reprezentációs feladata is volt ennek a korszaknak. Ugye a kiegyezést követően valamennyire igyekeztünk függetlenséget keresni és kutatni, és ezt mindenféle módon megélni, így például az önálló parlamentnek megépült a székháza. Egy külön kis érdekesség, hogy a kupolájának, a csúcsdíszének a magassága az pont 96 méter magasan található, ezzel rímelnek ugye az 1000 éves államalapításnak a tényére és évszámára. És hát megjelentek a szórakozást kiszolgáló épületek is, mint például a Szépművészeti Múzeum. A századforduló után különböző avantgárd irányzatok ütötték fel a fejüket. Itt egy addigi nagyon egyenes vonalon való fejlődésből hirtelen nagyon-nagyon sok picike kis apró irány nyílt ki a tervezők számára, és igazából a képzőművészetben és a zenében is ezt tetten lehet érni. Rendkívül sokféle stílus indult útjára. Mindegyik támaszkodik a múltnak a klasszikus arányrendszereire, ám mindegyik tartogat valami újító meglepetést. És hát nyilván ezek az épületek is reagálnak erre a hatalmas gazdasági és társadalmi fejlődésre. Egy pár mondatban összefoglalnám Lechner Ödönnek az életrajzát. 1845-ben született egy jómódú pesti család tagjaként, és hát, hogy mondjam, az akkori korban is klasszikus tanulmányi utat járt be. Először reáliskolákban, ilyen művészeti és mérnöki irányokhoz, vagy irányok után érdeklődő emberként tanult, és utána egy családi téglagyárnak hála nagyon-nagyon közel került az építészethez. Viszonylag hamar érezte ezt az elhivatottságot, úgyhogy beiratkozott az akkori műegyetemnek az elődjébe, a József Politechnikumba. Aztán innen egyenes út vezetett a berlini Bauakadémiehez, ami a kornak az akkori legnívósabb képzése volt. Az egyetemről hazatérve megismerkedett feleségével, és összeházasodtak. Egy rövid itáliai tanulmány és nászút után megszületett első lánya, Irma. Egyébként a feleségéről egy nagyon érdekes megjegyzés, hogy a korbeli legendák szerint ő volt Budapest legszebb asszonya. És hát pár évvel később megszületett a fia is, viszont sajnos a felesége akkor elhúny nagyon-nagyon fiatalon, ami a Lechner Ödön életében egy elég meghatározó fordulópont volt. Nagyon-nagyon szomorú volt, nagyon elkeserítette ez, hogy magára maradt a két kis gyermekével, és igazából ez művészetileg és építészetileg is egy elég erős inspirációban teljesedett ki. Ugyanis Franciaországba elment pár évre egy tanulmányútra, ahol a Clement Parent irodájában megismerkedett a különböző kastélyoknak a felújításával, áttervezésével, és hát egy ilyen nagyon erős külföldi gyakorlatra tett szert. Külföldi gyakorlat és világlátás volt még egy angliai utazás, erről majd később egy pár mondatban kitérek. Legelső munkái között volt a Városligeti korcsolyázótónak a csarnoka, amit hát igazából későbbi visszaemlékezéseiben is a saját kedvenc művének tekint. Nagyon-nagyon szerette ezt a kis épületet, igazán utólag visszanézve pályájá végéről azt vallotta, hogy itt nagyon-nagyon jól érezte magát ebben a tervezési munkában.
Az első átütő épülete az a operaházzal pont szemben álló Magyar Államvasutak nyugdíjintézetének bérháza, ma balettintézetként, illetve Dressler palotaként ismerjük. A Dressler palota nevet azt onnan kapta, hogy az alsó szintjén található a Dressler kávéház, ami akkor egyik közkedvelt ilyen vendéglátóipari egysége volt. És hát ez a palotának a tervezése elindítja egy saját stílusnak a megkeresésében, ahol igazából egy nagyon-nagyon fontos elem az, hogy minden megbízó esetében nagyon-nagyon pontosan figyel a részletekre. Itt ez a Váci utcában, itt a szomszédos utcában található tonetház, ahol nagyon exaktul próbálja visszaadni azt a Tonet család által gyártott bútoroknak a formavilágát, amit aztán igazából így az építészetben is elég könnyen meg tud jeleníteni. És hát viszonylag hamar elérkezünk az Iparművészeti Múzeumnak az épületéhez, ami az egyik legkiemelkedőbb alkotásának, mondhatni a Magnum Opuszának tekinthető. Ebben az épületben minden olyan alkotóelemet meg lehet találni, ami az ő munkásságára jellemző, mint egy ilyen eszenciája az alkotói pályájának. És hát külön érdekessége az épületnek, hogy 1896-ban a millennium ünnepségére készül el, akkor látogatja meg az épületet Ferenc József, és teszi le ünnepélyesen a zárókövet. Viszont a mai építőiparral egy könnyű párhuzamot húzva, az épület ekkor még korán sem volt kész állapotban, nagyon sok helyen hiányzott a díszítőfestés, apró munkálatok hátra voltak, tehát úgy kezdték el használni és átadni igazából az épületet, hogy még nem volt befejezett a mű. Sajnos a mai helyzetben is egy elég hálátlan állapota van ennek az épületnek, de erről a két hónappal ezelőtti Estenhajtó Kornélia hosszabban beszélt. Egy különösen aranyos kis alkotása egy egyházi épület, ami Kőbányán a családi fészekhez közel a Szent László téren található plébánia templom. A mesternek ez egy viszonylag korai alkotása, de nagyon elhúzódó tervezési folyamat után született meg az épület kompromisszumok árán. És hát utaltam arra, hogy nagyon részletesen, vagy hát apró részleteiben is figyel a megbízóknak az igényeire, vagy kívánalmaira, és eszmei lekapcsolatot hoz létre az épület és a felhasználója között. Erre kiváló példa a Királyi Földtani Intézet is, ahol hát a legmagasabb pontján a tetőnek atlaszok hordják az egész bolygónak a terhét, illetve egészen apró részletekben, boltozatokban, árkádokban visszaköszönnek fosszíliák égetett kerámiából lévő utánzatai. A másik ilyen példaépület erre a Királyi Postatakarékpénztár, ahol igazából a fő gondolatmenete a mesternek a méhecskéknek a szorgalma volt, és itt a párkányon található kis kaptárakban, illetve a különböző pilasztereken jeleníti meg nagyon hűen ezeket a szorgalmas állatokat. Illetve hát egy külön érdekesség a belső udvarban található üveglefedéssel rendelkező tér, amit pont most fognak felújítani. Rendkívüli módon bizonyítja a mesternek azt a hozzáállását, hogy itt az üveg, íves üvegfedés mégsejt alakú kis üvegdarabkákból áll, és igazából ezt 120 évvel ezelőtt tökéletesen minden beázás és statikai problémával egyetemben meg tudta oldani. Sajnos ezt a napig sem értik, hogy ezt hogy sikerült ezt a feladatot teljesíteni.
És hát egy másik érdekessége az épületnek, hogy mondjuk ide is beköszöntött a modernizáció, de bekerült modern lift a lépcsőháznak az Orsó terébe, viszont itt a kép jobb oldali sarkán itt még látható a Budapest egyik működő Paternoster nevezetű szerkezete, ami ilyen egy-egy személy szállítására alkalmas, folyamatosan körbe menő lift. Egy kis kitekintés itt a postatakarékpénztárnak a történetéből. Pár évvel később épül meg Bécsben Otto Wagnernek is a postatakarékpénztára. A két mester, Otto Wagner és Lechner Ödön nagyon nagy hatással voltak egymásra, mind a ketten a szecessziónak különböző útjait próbálták lefektetni és elindítani. És hát ez az elkészült épület, ez utána aztán visszafele is inspirálta Lechner Ödönt, ugyanis az egyik utolsó munkája a Vermes Gyulának a bérháza itt a Respányi utca, az Irány utcában, ugyanilyen szegeses homlokzattal rendelkezik. Ebben az ő segítsége Vágó József volt, aki mindkét mesternél tanult és dolgozott, és igazából az Építőművészek Szövetségének alapítása után az Építőművészek Szövetségébe teret biztosított arra, hogy a két mester találkozzon egymással és megvitassák az addigi tapasztalataikat. És hát az egyik utolsó kis ékszerdoboz, amit bemutatnék, ez egy pozsonyi templom, az úgynevezett kék templom, Árpádházi Szent Erzsébetnek van felszentelve. Ez talán az egyik késői munkája Lechnernek, ami már ugyan sokkal kisebb méretben, mint az addigi nagy palotái, de tükrözik mindazt azt a szellemiséget, amit ő egész életében képviselt. Áttérnék Hausmann Alajos életére. Hausmann egy budai kereskedőcsalád leszármazottjaként látta meg a napvilágot. Pályája nagyon hasonló volt tanulmányi téren Lechner Ödönéhez. Habár neki meg kellett küzdeni először azzal a nehézséggel, hogy otthon nem beszéltek magyarul, úgyhogy szülei Tatára küldték egy évre Koszt és Kvártéba, hogy elsajátítsa először is azt a nyelvet, amit itt mindenki beszél. Utána ugyanúgy a József Politechnikumban folytatta inkább már a reál tanulmányok iránt érdeklődő művelődését, és ő is eljutott Berlinbe, a Bauer Akadémiára. Innen Berlinben ismerkedett meg kint feleségével, és a berlini tanulmányai végeztével ajánlotta fel még egyetemi mestere Skalnicki Antal maga mellett a tanársegédi pozíciót. Itt egy kis utazás neki is jutott az életében Olaszországból. Az első rendes tanári fizetéséből és egy jelentősebb honoráriumból majdnem egy évet töltött el Olaszországban. Ez számára rendkívül meghatározó utazás volt, ugyanis az építészetében nagyon-nagyon támaszkodik az olasz reneszánsz arányokra és stílusokra. És hát ezt az utazást azért úgy kell elképzelni, hogy abban a korban azért teljesen más volt, mint hogy ma mondjuk repülővel elmennénk Olaszországba. Egészen elindult az északi tartományokból, eljutott Rómába, ott egy kicsit hosszabban tartózkodott, és utána lement Szicília szigetére, amit egy csacsi háton került meg, sokszor sátorban, földön aludva, és úgy tért aztán vissza Nápolyon keresztül. És ez mondjuk tényleg egy ilyen egyéves intervallumban sikerült neki megtennie. Az ő pályája egy kicsit elbillen a munka mellett nagyon erősen az oktatás irányába, és itt 25 évesen rendes műegyetemi tanári állást kap,
belegondolni is borzasztó, hogy mennyire fiatal volt, amikor kinevezték a katedrára. Neki is megszületnek a gyermekei, Jenő és Gizella, és aztán a műegyetemi pályafutása ezzel párhuzamosan a dékáni, az építészkari dékáni pozíción keresztül a rektorságba torkollik. Az utazások mindig is végigkísérték életét, nagyon fontosnak tartotta a világlátást és a különböző impulzusoknak a megélését, így jutott el Egyiptomba és Palesztinába is, ahol itt a jobboldali kisképen feleségével és lányával látható. Egy külön érdekes történet van itt, hogy amikor Kairóban megérkeztek Kairóba, és ott beutazott, bejelentkezett a szállodába, és aztán elkezdték felfedezni ott a várost és a környéket, egyszer csak valaki magyarul szólította őt meg. Ez a magyar megszólításnak a tulajdonosa Herz Pasa volt, aki hát még régen műegyetemi tanítványaként sajátította el az építészetnek a fortéjait itt a budapesti műegyetemen, és aztán Egyiptomba ment szerencsét próbálni, és hát annyira beváltott az állami építészetben, hogy egy pasai szintre emelkedett. Hausmann életében nagyon jelentősek bizonyos munkák köré szerveződő épületek, ilyenek például a kórházak, amiben igazából egy újítást is hozott a korba, ezt a pavilonos rendszert, ezt az ő nevéhez kötik. Nagyon komoly előtanulmányok és utazások előzték meg ennek a tervezését is, és hát külön érdekesség itt a Szent István Kórház életében, hogy a későbbi veje Hüthl Dezső testvére, Hüthl Hümér, itt volt sebész professzor, és ő találta föl a bélvárógépet például, és a kivételes kézügyessége miatt őt a Szike Paganiniének becézte a kor sajtója. Egy kiemelkedő munkája Hausmannnak a New York Palota és Kávéház, amire megbízás keretében nyeri el a tervezési lehetőséget. Itt volt az életében az az egyetlen pont, amikor nemet mondott egy utazásra, ugyanis a New York biztosítósi társaság meghívta a tengeren túlra, hogy kicsit megismerkedjen az amerikai környezettel is, viszont akkor már családdal rendelkező Hausmann azt mondta, hogy ezt a hosszú tengeri utazást és a családtól való ilyen hosszú távol levést azt nem vállalja ennek a munkának az érdekében. Rendkívül gazdag belső díszítése is volt az épületnek, nem csak a külső. És hát az ő esetében a kiemelkedő alkotás, a Magnum Opus, az a kúria épülete, a Kossuth Lajos téren álló igazságügyi palota. Az eszenciája az ő alkotói tevékenységének és gondolkozásmódjának ez az épület. Itt minden olyan dolog megjelenik ebben az épületben is, amit ő fontosnak tartott. Például az egyik ilyen kiemelkedő gondolati sík az a lépcsőházak és a közlekedésnek a fontossága. Kiemelt helyre helyezi itt ebbe a grandiózus előcsarnokba ezt a közlekedést, és így lehetőséget teremtve ezáltal a bíráknak a menet közben való találkozásra és beszélgetésre. A palotának a rangjához és a méltóságához illő pompában díszíti fel a belső tereket, és ugyanígy tesz a fiumei kormányzói palotával is, ami talán az ország külföldön található egyik legértékesebb épülete a mai napig. Egy külön kis történetet szeretnék itt is elmesélni, ez a saját Döbrentei utcai háza, amikor 1891-ben meghal Ybl Miklós, ő nyeri el a palota építésére való megbízást, és
ez a majdnem 10 éven keresztül tartó feladat, ez annyira koncentrikus volt az életében, hogy a lehető legközelebb költözött a budavári palotához. Itt a Döbrentei utcában épít fel magának egy saját lakást és házat igazából. És hát ennek a háznak az építése egy kiváló lehetőség volt arra is, hogy a későbbi palotai társtervezőket a saját maga otthonának a berendezésében is letesztelje. Itt például látható feleségével, ahogy a Dunai panorámára néző lakásnak a fal bútorzatát azt tékendre tervezte, illetve a mennyezeti festést Locz Károly festette ebben a lakásban. Locz Károlyjal később aztán nagyon erős barátságot köt. És hát eljutunk az egyik leghíresebb munkájához, a királyi palotához. Ennek a minden pompájával és ékességével elkészült épülethez. És hát a palota mellett több kisebb kiszolgáló épületet is létesített, és például ilyen az egyik a lovardának az épülete, ahol akkoriban igen elegáns lovasbemutatók is voltak. A doktori kutatásomban tulajdonképpen ezt a örökséget gondoltam elsősorban kifejteni. Egy nagyon-nagyon kettős és összetett kép az, ami itt így a családi vonalon elém tárul. Igazából az alapgondolat, amire felfűztem az egész kutatást, az a kettő közötti iszonyatosan nagy különbség, és ebben a hatalmas nagy ellentétekben minden ponton való összeütközésnek a drámájában, amit akár tekinthetünk egy magyar történelmi drámának is, akár egy ilyen Kuruc-Labanc párhuzamot végignézve, folyamatosan ilyen ellentétekbe botlunk, és hát az ő munkásságuk és építészetük és habitusuk is minden elemében egy ilyen ellentét volt. És aztán elkezdtem ezekben az ellentétekben felfedezni nagyon-nagyon sok közös dolgot. Nagyon-nagyon szigorúak ezek a korabeli felvételek. Igazából egy kis anekdotával akarnám itt is oldani ezt a feszültséget, ugyanis mind a ketten elégérző és vidám lélek hírében álltak. Lechner egy kifejezetten bohém, nagyon művészetkedvelő, nagyon élő, impulzív személyiség volt. Hausmann pedig hát a maga méltóságához képest nagyon-nagyon sok csínytevésben vett részt az életében. Ilyen volt például a tatai iskolai tanulmányai alatti egyik ilyen kis rosszalkodás, amikor ott az ottani barátaival, hát a tatai tóba tilos volt fürdeni, volt a közepén egy hattyúfészek, és azt a hattyúfészket azt mindenki nagyon nagy becsben tartotta, de hát a barátai rávették, hogy lopjon egy hattyútojást, és hát ezt nyilván neki vetkőzött, és messzelenül ment be azért a hattyútojásért. Időközben megjelent egy pandúr a tónak a partján, a társai meg őt magára hagyva elneszeltek a ruháival, hát így elég mókás történet lehetett onnan hazajutni. Igazából szakmailag talán a legnagyobb vitájuk az a modern építészetnek a kérdéskör köré csoportosul. Itt Hausmannnak egy írása jeleníti meg ennek a vitának a kezdőpontját, a néhány szó a modern építészetről. Teljesen nem értette meg a mesternek, a Lechner mesternek a stílusát, és ő kifejezetten ragaszkodott ehhez a historizmusban jellemző, jól bevált régi irányokhoz.
De hogy közös dolgokat felelevenítsek, vagy felvillancsak itt, mind a ketten rendkívüli módon tehetségesek voltak a képzőművészetekben. Ez Lechner Ödönnek egy 9 éves korában készült rajza. De Hausmann is sokat tanult festeni, illetve ő különösen érdeklődött a fotográfia művészete iránt. Ezen a képen édesapja látható. A fotográfiának egyébként mindenféle ilyen kémiai érdekeltségével egyetemben, tehát a fényképek előhívása és az egyéb ehhez hozzátartozó manőverek is nagyon lekötötték őt. Mind a ketten mozgalmas életet éltek, itt Lechner Ödönt látjuk Jolán nevezetű lován, de Hausmann is egy nagyon sportos alkat volt. Fiatal korában, még gimnázium évei alatt megalapították az első budai csónakegyesületet, aztán később pedig a Stefánia Egyletet, aminek aztán a székházát is Balatonfüreden majd ő tervezi. Hausmann nagyon szeretett még vadászni, idősebb korában kifejezetten közkedvelt szabadítős tevékenysége volt a vadászat, és ennek a itt képen látható elejtett szarvasnak van még egy olyan érdekessége, hogy aztán ő ihletként ezt a trófeát elvitte Strobl a Lajoshoz, aki a budai várnak a Mátyás kutya szarvas teteménél használja fel ezt az elejtett állatot. Mind a kettőjük életében nagyon fontos volt a karrier útnak a teljes bejárása. Hausmann könyves inasként kezdett a Tudományos Akadémia építésében, amit akkor August Stüler, egy német építész tervezett, de a hazai építésért felelős építészmester az Kalnicki Antal volt. Itt ismerkedett meg egyébként Pártos Gyulával és aztán Diser Józseffel is, akivel rendkívül sokat működött közre a későbbi időben. Közös az életükben ugye a tanulmányok, amiből talán a legfontosabb a berlini Bauakademi. Itt hárman együtt jó barátként Pártos Gyulával tanultak kint. A retteget magyar virtus miatt megkapták a Drei Wilde Magyaren becenevet is a korbeli berlini polgároktól. Közös pont a életükben a sok utazás és világlátás, például az Olaszországnak a feltérképezése, illetve ezekben az utazásokban ők később társakat is kerestek maguknak. Lechner Ödönnek Zsolnai Vilmos volt az egyik ilyen jó barátja, akivel Angliába tett nagyon sok utazást és nagyon méreható kutatásokat folytattak a magyar formavilágnak ebben az indiai, indus művészetben, vagy keleti ágakban való megkeresésében. Illetve a jobb oldalon két kis képen olyan franciaországi kastélyok láthatóak, amikben valószínűsíthetően a franciaországi építőművészi gyakorlata során ő részt vett. Hát ez a felvétel pedig a korabeli Szicíliát mutatja, ahova Hausmann ugye eljutott még egész fiatal korában. És Hausmannnak még nagyon fontos volt az is, hogy ezeket az utazásokat megoszta másokkal. Műegyetemnek számos hallgatóját vitte el különböző tanulmányutakra, ilyen például a baloldali képen látható görögországi utazás, ahol vejével, Hürtl Dezsővel látható egy képen, illetve hát egy kedves népviseletbe öltözött kép a palesztíniai utazásáról.
Mind a ketten nagyon erős szerepvállalást tettek a közéletben. Itt a képen a Magyar Építőművészek Szövetségének 1902-ben aláírt alapító okirata látható. Itt a bal legfőső aláírás tartozik Lechner Ödönhöz. Fel akarták karolni a kornak a nehéz megélhetési környezetet biztosító építészeit. Nagyon érdekes, hogy a rettenetes fejlődés mellett a Pesti Hírlap hivatkozik arra, hogy nagyjából 200 kenyérkereső építész van munkanélkül a századfordulón. És az Építőművészek Szövetségének egy nagyon fontos célkitűzése volt ezeknek a fiataloknak a pályájára való állítása. Egy közös képet találtam róluk, talán az egyetlen közös fényképük. Az Erzsébet emlékmű zsűrizésén készült ez a kép. Egyébként számos rendkívül ismert művész is itt megtalálható, például ő itt Lócz Károly, bal oldali ülősor második alakja. És hát még egy kiemelkedő egyesület, vagy egylet, valami mindkettőjük életében fontos szerepet játszik, a Magyar Mérnök és Építész Egylet. Ennek aztán Hausmann Lajos lesz nagyon sokáig az elnöke. És hát egy nagyon erős kapcsolat mind a kettőjük életében a Ferenc Józseffel való viszony. Itt ugye Lechnernél egy nagyon érdekes álláspont van, hogy hatalmas ilyen állami beruházásokat tervez, de eközben az ő ideológiája egy teljesen idealisztikus, romantikus magyarság tudatot képzel el, míg ennek a pont a másik oldala, Hausmann Lajos, aki egy rendkívül royalista és elkötelezett híve az Osztrák-Magyar Birodalomnak. Itt egy kis anekdotával szeretnék még megemlékezni erről a kapcsolatról, ugyanis a Hausmann tényleg nagyon-nagyon jó kapcsolatot ápolt Ferenc Józseffel, tulajdonképpen bejáratos volt hozzá az udvarba, ám ezt a bécsi udvar nem nézte olyan jó szemmel, úgyhogy hát ahogy a politikában szokás, megpróbáltak neki, ahol csak lehet keresztbe tenni. Például az egyik ilyen keresztbetétel volt az, hogy az udvari személyzet elhitette Ferenc Józseffel, hogy a magyarországi ezüst, az, hát annak a minősége az nagyon-nagyon rossz. És egy alkalommal egy olyan étkészlettel találtak neki, amit előtte titokban felmelegítettek. És hát így megégette az uralkodó kezét ez az étkészlet, és aztán a Hausmannnak egy elég hosszas magyarázkodásba kellett bocsátkoznia, hogy tulajdonképpen nem az étkészlet viszi át a meleget, hanem borsot törtek az orra alá. Nagyon fontos kapcsolataik voltak az életükben társtervezőkkel. Igazából mind a ketten az úgynevezett Gesamtkunstwerk, tehát hogy a teljes mértékében, minden egyes apró részletében megtervezett épületnek az elvét vallották. Így egy nagyon-nagyon fontos és közkedvelt építőanyag az akkori kornak a zsolnai műhelyben készülő kerámia, az mind a kettőjük életében egy elég erős nyomot hagyott. Itt az Iparművészeti Múzeum egyik bejárati terét láthatjuk, illetve a tető szerkezetnek vagy a tetődíszeknek egy ornamentikáját, illetve a Hausmann is a maga stílusában, de nagyon-nagyon komolyan alkalmazta a zsolnai kerámiát. Itt ez a Szent István teremnek a korabeli felvételén található hatalmas méretű kályha. Nagyon érdekes, hogy ebben a korban ugye igazából a közkedvelt világkiállítások lendítettek nagyon nagyot az anyagoknak a elterjedésén és népszerűvé válásán.
Így jutottak el mindenhova ezek az elemek, és így tudták a mesterek is nagyon reprezentatív módon alkalmazni a műveikben. A másik ilyen nagy kapcsolat mind a kettők életében az Lotz Károly, aki itt Lechner lányáról készített egy ilyen portrét először, illetve itt a Verespálné utca sarkán álló épületnek, a kecskeméti város bérházának a kis homlokzati szobrainak a vázlatait is ő készíti el. Sokkal erősebb kapcsolata volt Lotz Károlynak Hausmannal, aki számos épületében hatalmas méretű freskót helyezett el, így ez például a királyi palotának egy korabeli felvétele, illetve a királyi kúriának egy felbecsülhetetlen eszmeértékkel rendelkező mennyezeti freskója. Itt különösen érdekes az ő kapcsolatukban, és visszautalva picit a Ferenc Józseffel való kapcsolatára, ha azt mondnak az, hogy Lotz palotát már nagyon, a budavári palotát már nagyon öreg és beteg állapotában festi. Igazából csodával határos módon mászott föl mindig az állványra, ám abban a pillanatban, hogy a kezébe vette az ecsetet, úgy teljesen megnyugodott, és 8-10 órákat tudott egy húzamba dolgozni. És hát ezt Hausmann nagyon jól felmérte, hogy Lotz az utolsó napjait éli, és kért audienciát Ferenc Józsefhez, és jelezte, hogy egy rendkívül nagy mester szinte minden elismerés nélkül éli az utolsó napjait, és Ferenc József ekkor vette a kabátját, és meglátogatta az építkezésen Lotz Károlyt, és nagyon megdicsérte, és aztán Lotz egy pár nappal később el is hunyt. És egy harmadik ilyen nagyon érdekes kapcsolat a teljeség igénye nélkül az életükben Róth Miksa, aki hát különösen érdekes, hogy mind a két alkotói stílusnak eleget tudott tenni, és ilyen gyönyörű üvegablakokkal ékesítette a műveket. A kapcsolataikban nagyon fontos volt a családnak is a kapcsolata. Mind a ketten nagyon támaszkodtak a biztonságos otthoni légkörnek a háttérére. Itt egy kis érdekesség a Lechner család életéből, hogy a legendák szerint ez a hatodik gépjármű Magyarországon, ami az ő birtokukban volt. És itt pedig a Hausmann család látható egy ilyen nyári kis kirándulás alkalmával, amit itt az Anna-völgyi birtokon tettek meg. A Hausmann családnak a másik menedéke Anna-völgy mellett a velencei kastély volt, ami hát nekem az Iparművészeti Múzeumhoz megint egy nagyon hasonlóan egy nagyon-nagyon fájó pont, hogy a jelenlegi állapota az rendkívül lehangoló. Itt pár évvel ezelőtt ráadásul ezt a csodálatos fa faragott kandallót elég vandál módon távolították el a házból, és hál' Istennek a rendőrség sikeresen megtalálta ezt a műtárgyat aztán a későbbiekben. És hát a családi kapcsolatuk mellett, ami mind a kettőjük életében a legmeghatározóbb kapcsolatrendszer volt, az oktatás. Mind a ketten az általuk megszerzett tudást, a tapasztalatot nagyon-nagyon fontosnak tartották, hogy tovább örökítsék a fiatalok számára. Ezt viszont teljesen ellentétes módon tették meg. A Hausmann az egykori Oktogonon található Abázia kávéházból települt át a japán kávéházba. Külön érdekessége, hogy ez a boképítész iroda az ebben az épületben a harmadik emeleten található. Úgyhogy majdnem 5 éven keresztül nap mint napot jártam dolgozni. Itt a japán kávéházban ő igazából Otto Wagnerrel
vagy Otto Wagner hatására megalapítja a magyar mesteriskolát, ha lehet így mondani. Egy teljesen szabad, impulzíve, spontán oktatási folyamatban vesző részt és áll az élére. Igazából érdekes, hogy nem csak építészek, hanem rendkívül sok művész gyűlik köré, írók, festők, költők, nagyon, nagyon, nagyon színes. Ezzel ellentétben a Hausmann pedig a teljesen klasszikus akadémiai képzésnek a fontosságát látja kiemelkedőnek. Ez egészen váratlan fordulattal aztán oda vezet az életében, hogy az egyik hallgatója, akire felfigyel mind tehetségében, mind szellemi elhivatottságában, az aztán feleségül veszi lányát. És tulajdonképpen ami a doktori kutatásomnak a legnagyobb novumának vagy újításának tekintek, és ebbe igyekszem aztán elmélyíteni az egészet, az egy olyan jellegű építészeti családfa felállítása, ami nem kizárólag vérszerinti kapcsolatokat mutat be, hanem szakmai kapcsolatokra alapozza a mesterek elhelyezkedését az építészettörténetben, nem egy-egy alkotóra koncentrál csak, és azoknak a munkásságát nézi, hanem különböző alkotói pályákat vet egybe. Az ötletet magát azt a zene történetből merítettem. Zenészek a mai napig nagyon komolyan számon tartják azt, hogy ki volt az ő mesterük, kinél tanultak. Ilyen például a Zeneakadémia jelenlegi zongora oktatása, ahol mindenki Liszt Ferenc tanítványnak vallja magát, holott valószínűleg nem találkoztak életükben, de egy ilyen tudástranszfer láncolaton le tudják vezetni az ő örökségüket. Egy nagyon összetett és sokrétű rendszert dolgoztam ki. Igazából az egyik fő alkotó eleme, hogy az egyes építészeket és művészeket különböző stílusokba bekategorizáltam. Nehézséget okoz olyan alkotók esetében, mint például Megyeszai István vagy a Vágó testvérek, akik rendkívül tehetségesek voltak mindenféle ilyen századforduló után megjelenő műfajban, és nagyon-nagyon sok mindenben maradandót alkottak, ám fontosnak tartom azt, hogy minden alkotóépítész életében van egy olyan mű, egy magnum opus, ami leírja az ő munkásságukat, és a legnagyobb épített emléküknek lehet nevezni, és igazából az egyes alkotóknál ezt a művet kiválasztva sikerült őket besorolni ezekbe a stílusok szerinti kategóriákba. Egy másik gondolat az az alkotóknak az olyan megkülönböztetése volt, ami bemutatja ezeknek a stílusoknak az alkotó életében való elhelyezkedését. Az egyes stílusok kiinduló pontjai, illetve végpontjai lehetnek olyan építészek, akik azt a stílust kiválóan művelték, vagy létrehoztak teljesen új irányokat, új utakat taposva ezzel az utánuk következő generációknak. Itt megkülönböztettem újító és összefoglaló építészeket. Két szívemhez közeli példa a Megyeszai István, aki Lechner nyomdokain elindulva, de folyamatosan kereste azt, hogy mi az ő iránya, és minden ilyen avantgárd mozgalomba bekapcsolódott, és Zalavári Lajos pedig egy olyan alkotó volt, aki egyesítette mindazt a tudást, amit az addigi környezetben meg lehetett szerezni, és ezt kiválóan alkalmazta. És hát az építészek között különböző kapcsolatok jönnek így létre. Ezeket öt kategóriába soroltam be, attól függően, hogy milyen
viszonyban voltak egymással. Ugye a legalapvetőbb az a partneri társulás, ami egy közkedvelt műfaj a mai napig is, egy Lukács és Vikár, egy Bánáti és Hartwig és egyéb ilyen irodák kifejezetten jól működnek. És hát ez így volt régen is, itt például Girgő Kálmánnak és Kofulisnak a párosát látjuk, akik egy elég jelentős életművet hagytak az utókor számára. Aztán megállapítok mester-tanítványi viszonyt, ami kifejezetten az ilyen tanulási folyamatnak a része, hogy valaki valamelyik irodában dolgozott, vagy akár egyetemi, vagy akár mesteriskolai tanulmányokat jeleníthet meg. Nagyon fontos kapcsolat a szellemi kapcsolat két ember között. Teljesen meglepő dolgokra lehet rájönni, hogy ki kivallja magát kinek a tanítványának, és nagyjából ugyanúgy, ahogy a zenei pályában is, csak egy-egy kis részletében vagy gondolkozásmódjában jelenik meg a két ember közötti kapcsolat, nem pedig effektíve mondjuk egy találkozásnak az eredménye. És hát nyilván vannak rokoni szálak, illetve vannak olyan egymással rokonságban álló alkotók, akik aztán közös munkát is végeztek. És hát így létrejött egy hatalmas nagy kutatási eredmény, vagy egy gyűjtésnek hála, nagyjából 1100 építészt tartalmaz ez az ábra, és közöttük mintegy 2000 kapcsolat a különböző kategóriák alapján látható itt. Elsőre ez egy kicsit fogyaszthatatlannak tűnik ez az ábra, úgyhogy elindultam különböző rész ábrák feltérképezésébe. Igazából nagyon könnyen bebizonyítható egy-egy stílusnak az alakulása, akár kialakulása, akár beteljesedése. Itt például látjuk az eklektikának a családfáját, hogyha lehet így mondani. Szépen kirajzolódik rajta, hogy mi volt egy stílusnak a forrása, az első ebben a stílusban lévő alkotó, illetve az, hogy milyen alkotókon keresztül hova fejlődött. Ez igaz, ez a szecessziós építészetre is, és hát igazából minden stílussal eljátszhatjuk ezt a játékot. Különösen fontosnak tartom Hausmannnak és Lechnernek a kapcsolati hálóját. Ők a századfordulónak tényleg a két legmeghatározóbb építésze voltak, és mind az ő mestereik, mind az ő tanítványaik a mai napig meghatározzák az építészet alakulását a hazai szintéren. Hát, és ebből az ábrából egyébként számos érdekesség levehető még. Például, hogy kik jártak együtt a berlini építészeti akadémiára. Itt ugye ebbe jobban belemélyedve szintén tanulni lehetünk stílusok és pályák alakulásának és módosulásának, nagyon erős kapcsolatoknak hatására. Illetve könnyen feltérképezhetők a világháború után létrejövő építőipari vállalatoknak is a kapcsolatrendszere, a különböző mozgalmak és egyesületeknek a kapcsolatrendszere. És akár megnézhetünk összefüggéseket különböző elismerésekben részesülő építészek között is, mint például az Ybl Miklós díj vagy a Kossuth Lajos díj közötti kapcsolati háló. És hát ez egy kis ábra arról, hogy hányan is vannak ebben a táblázatban, és hányféle kapcsolattal rendelkeznek. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem ma, és elmondhattam ezeket. Köszönöm szépen az előadást. Látható, hogy mire jó az informatika, úgyhogy ez egy hatalmas káosz, amiben végül is valami rendet vág Krisztián. Tulajdonképpen az lenne a kérdésem, hogy két azonos
tanultságú, hátterű ember hogyan vélekedett egymás építészetéről? Van-e erről valamiféle kutatás? Hát van. Az egyik elsődleges nyom ez a kettő közötti párbeszéd, ami a Hausmannnak megjelent egy ilyen kis beszédében, és aztán kiadásra is került, ez a néhány gondolat a modern építészetről. A berlini éveknek a barátsága az szerintem megmaradt egész életükben, de szakmailag ők ugye nagyon-nagyon sok ponton így versengtek egymással, és így az építészetük gondolatiságában is. Tehát hogyha Hausmann kifejezetten hangsúlyozta, hogy a historizmusnak, ennek a jól kiforrott és bejáratott rendszernek a teret, és hogy azt tartja egy követendő példának, és hogy ezek az avantgárd modern irányzatok, amik itt felütik a fejüket, ezek csak ilyen pillanatnak élő, hamar elszálló mozgalmak. Ebből aztán nekik egy komoly ilyen szakmai párbeszéd alakult ki. És fog ezzel foglalkozni, ezzel a párbeszéddel majd? Igen. Igazából ez az egyik olyan sarokpontja a közöttük lévő ellentétnek, ami ennek ugye ezer aspektusában megjelenik a királyhoz fűződő viszonytól kezdve a részletekben menő építészeten, de talán ez az epicentrum a teljesen hasonló pályakezdetű építészek egymástól teljesen ellentétes irányba való eltávolodásának. Jó, köszönöm szépen, mert erre voltam kíváncsi, mert ez egy izgalmas ellentét pár szakmailag is, igen. Lehet, hogy személyesen is. Van-e valakinek kérdése esetleg az előadóhoz? Ha nincsen, akkor viszont elmondanám, hogy legközelebb április 28-án fogunk találkozni, és akkor viszont egy egész más korszakba megyünk vissza. Tárkányi Sándor építész fog nekünk beszélni arról, hogy a soproni várkerület belső házainak a fejlődés története kiépülése hogyan alakult. Úgyhogy köszönöm a jelenlétet, és köszönöm a előadást Krisztiánnak.